azért szeretnék szépségkirálynő lenni, mert szeretném bebizonyítani azt, hogy a szépség és a műveltség párosulhat egymással. Hogy megmutassam a világnak, hogy az alacsony lányok is lehetnek szépek és csinosak. Jaj, mit akartam mondani? Mert eddig a tanulmányaimra koncentráltam, ugyanis orvosi egyetemre jelentkeztem, és itt a szépségemet szerettem volna próbára tenni. Mert ez egy hatalmas élmény lenne számomra. Sok kislánynak úgymond példaképe legyek, és de igazából főleg a világversenyen szeretnék helyt állni. Ezt a kérdést teszem mindenkinek? Londonba kipróbálni magam egy világversenyen. Tavaly is jelentkeztem a műsorra, és rájöttem, hogy nem is olyan egyszerű, mint ahogy tavaly gondoltam. Most sokkal tudatosabban készültem a versenyre, és úgy gondolom, most felkészülten állok a célok elé. Nem hiszem, hogy túl sok olyan lány lenne, aki nem szívesen indulna egy ilyen szépségversenyen, és ne szeretné megnyerni. Nagyon szívügyem az, hogy a beteg, illetve a hátrányos helyzetű gyerekeknek tudjuk segíteni. Szeretném Magyarországot én képviselni egy világversenyen. Önmegvalósítás és önfejlesztés az én részemről, hiszen úgy gondolom, hogy minden ilyen lehetőség egy újabb időszak arra az ember életében, hogy fejleszten egy kicsit magán. Kiskorom óta erre lámozok, hogy egyszer eljutok idáig, és majd korona kerül a fejemre, és hát remélem sikerül is majd. Az emberektől egy olyan jó visszajelzés, hogy egyrészt olyan a stílusod, olyan a személyiséged, és úgy nézel ki, ahogy egy szépség ideál, szerintem úgy mond, egy szépség királynő. Nem mondom el, hogy kamerázol. Ki ne szeretne szépség királynő lenni? Do you happy birthday?